Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Első vendégem, hát sok mindenhez ért. De egészen biztosan még sokkal több mindent is csinál, mint amiről saját maga bevallja, hogy ért hozzá. Ismerkedjünk meg vele. Mérő László, 64 éves matematikus, pszichológus. A mesterséges intelligencia kutatója, az ELTE-n egyebek között gazdasági pszichológiát oktató egyetemi tanár. Sikeres, ismeretterjesztő könyvek szerzője, népszerű publicista. Két gyermeke Vera és Csaba. Hát és nem követik az útját. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Nem kellene? Nem tolta ebbe az irányba őket? Egyrészt nem is nagyon toltam. Másrészt, hát 10 éves volt a Csaba, 5 éves tehát a Vera, amikor így szaladtak le egy lejtőn, láttam, hogy a lejtő közepe murvás, üvöltöttem is, hogy álljanak meg, hát persze, hogy nem álltak. Jó, elestek jó nagyot, először a Csaba sírt, aztán a Vera, ő is sírt, aztán megütt rossz szülői reflexel, mondtam nekik, hogy hát hiába kiabáltam, mire a Vera egy megrázta a fejét, fölment, lefutott újra, akkor már persze óvatosabban, a Csaba sírt tovább. Hát mondom, hogy még rosszabb szülői reflexel mondom, hogy hát hagyjál már, hát látod, a Vera is ott fut újra. Egy pillanatra teljesen kitisztult az arca, közölte, egy értelmes gyerek arc néz rám, és közölte, hogy az egy másik gyerek, és írt tovább. Hát és ez sok mindent eldöntött a nevelhetőségük tekintetében is, akkor hát nyilván mentek, amerre másik ember. Az egyikből bajnok lett, a másikból színész. Az egyik egy szellemi játékot játszva lett bajnok, a másikból meg Verából meg színésznő lett. Hát most már nem csinálja azt. Ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy egy ember pályáján különböző kanyarok vannak, az ember életében különböző pályaszakaszok vannak, ezt jól ismeri az édesapját, tehát az önében is vannak. Voltak, igen. Azok tudatos döntések voltak, vagy egy kicsit sodródott? Nem, vannak emberek, akikben van elhivatottság, tehát aki mit tenni? 10 éves vagy 8 éves korában elhatározó, hogy mozdonyvezető lesz, vagy molekuláris biológus, és akkor az lesz, és akkor legyőz minden akadályt, és egy boldog ember, mert az lesz. Bennem soha nem volt ilyen elhivatottság, és azt látom, hogy elég sok emberben nincs. Tehát én úgy, ha valahol megtalált valami olyan feladat, amiben talán jobban tudtam működni, mint esetleg mások, akkor azt csináltam, egy darabig, addig, amíg ilyen volt a feladat. Aztán, amikor másmilyen feladat talált meg, vagy az a feladat már nem olyan volt, akkor valami más talált meg. Tulajdonképp szerencsés ember vagyok, mert mindig megtalált valami egyáltalán. Mi mondtuk itt az elején, a mesterséges intelligencia kutatója, de mintha az egy korábbi életszakasza lett volna, azt úgy félretette. Igen. Mert már nem izgalmas? Két okból is. Az nagyon izgalmas, csak nagyon nem halad. Tehát amikor mondjuk 1970-es években úgy gondoltuk, hogy a számítógép az olyan találmánya a gondolkodás megvalósítására, mint mondjuk a kerék volt a közlekedés megvalósítására, tehát hogy alapvetően meg fog változtatni mindent. Hát nem ilyen találmány, fontos találmány nagyon sok mindenre, és meg is találta a helyét az életünkbe, de pont a mesterséges intelligenciára, amire elvileg való kéne, hogy legyen, vagy való lehetne, arra messze nem olyan horderejű, mint a kerék. Úgyhogy hát két lehetőség van ilyenkor, vagy az ember folytatja, mert valami jó kis algoritmus mindig ki lehet találni, tehát egy életpályát el lehet tölteni eredményesen azzal, hogy akkor is folytatja az ember, ha nem olyan nagyon átütő erejű. Vagy nekem meg úgy alakult, hogy akkor találkoztam pszichológusokkal, akik a természetes intelligenciát kutatták, és hát akkor elkanyarodott. Ez valódibbnak tűnt? Nem arról van szó, hogy valódibbnak tűnt. Eleinte abban álltattam magam, vagy reménykedtem, hogy megtanulom a pszichológusoktól, amit a pszichológusoktól tudni lehet, aztán majd ezzel felfegyverkezve térek vissza a mesterséges intelligencia kutatásához. Ez az utolsó lépés nem történt meg, mert azt ugyan nagyjából értem most már, hogy miért nem megy a mesterséges intelligencia, de nincs olyan ötletem, amitől menne. Ebből nem tudtam olyat meríteni.
És hogy a valódi intelligenciánk miért nem halad, ha nem halad, mint hogy azt oly sokan gondolják a mostanában? A valódi az halad, miért nem haladna? Hát mert ugye nagyon sok vészharangkongatás van az emberiség, hogy megy visszafelé, és hogyan nem fejlődünk, miközben egy szűk elit meg nyilván igen, és a tömegek pedig sokkal kevésbé, mint ahogy az várható volt, vagy várható lenne. Ezzel nekem muszáj egyetérteni? Ezt nem, ezt én kérdezem, hogy ezzel egyetérte. Nem. Határozottan nem. Hát egyáltalán ma a legnagyobb tömegeknek van esélyük arra, hogy szülnek három gyereket, és mind a hármat felnevelik. 100 évvel ezelőtt 10 gyereket szültek, és abból neveltek fel 2-3-at. Mi ez, ha nem fejlődés? Egyfelől igen, másrészt ugye szokták mondani, hogy mondjuk az éltudomány nagyjai a saját szakterületük egy szűk részét tudják most már csak átlátni. Hol vannak azok a középkori nagy tudósok, akik gyakorlatilag az emberi tudomány szinte teljességének birtokában voltak. Tehát az a fajta specializálódás, amifelé a tudományos élet megy, elzárja a tömegeket az információtól, a valódi tudástól, és csak annyit tudunk meg, amennyit jön a professzor és elárul nekünk belőle. Hogy ez baj-e? Teszem fel a kérdést. Miért lenne baj? Hát akkor se tudott, tehát a legnagyobb polihisztor se tudott mindent egyrészt. Másrészt hát én azért inkább tudok kevésből sokat, de inkább tudok sokból keveset, mint kevésből sokat, igen. Főleg azért, mert bármelyikre van esélyem, hogyha majd arra szükségem lenne netán, akkor meg se kell tanulnom, hiszen találok specialistát. Megkérdeztünk valakit, aki jól ismeri, hogy hogyan működik a hétköznapokban. Lássuk. Itt az a legfontosabb, hogy soha nem akarta rám erőltetni az akaratát. Tehát mindig megvolt az, hogy csinálok valamit, az egy alapvető érték volt, mindig csinálni kell valamit, de az, hogy mit csinálok, azban mindig teljes szabadságot kaptunk, hogy mi dönthettük el. Tehát egy dologgal lehet kikergetni a világból azzal, hogyha azt mondod, hogy nem értek egyet valamivel, viszont valójában nem érted azt a dolgot. Na, tehát akkor nagy veszekedések tudnak lenni. Mindig van egy éppen aktuális játék, amit játszik, és akkor volt egy pár év, amikor izagó volt ez az otthoni családi játék. Olyan soha nem volt, hogyha hogy nyerni hagyott. Tehát az olyan, hogy direkt engem nyerni hagyott csak azért, hogy játszunk, tehát hogy kedvem maradjon játszani. Szerintem ez szét is verte volna bennem azt, hogy én gózni akarok, tehát kb. Bármiben. Tehát ilyen nem volt, hogy nyerni hagy, vagy tudom én, kettes fokozaton játszik csak azért, mert tehát, hogy sikerélményt akar szerezni nekem, ilyen nem volt. Egyébként lehet, hogy azért is kezdtem el komolyabban gózni, hogy ott ő volt a Mérő Csaba apukája, és nem én a Mérő László fia. Tehát ebben lehet, hogy volt egy ilyen rész is. A gyereket nyerni hagyni az rossz pedagógia? Nem tudom, de a gólnak megvan az az érdekessége, hogy japán eredetű játék, és a japán kultúrában eleve másképp gondolják. Tehát magyarul úgy gondoljuk, vagy Európában itt, hogy győzön a jobb. Ne politizáljon, igen. Isten bizony. Látja, hogy lehet tönkretenni a nyelvet egy politikai szlogennel? De nem tették tönkre, majd mondjuk másképp. Igen. De magyarul tényleg így mondjuk, hogy győzön a jobbik, tehát, és ez azért, mert így gondoljuk. Japánban nem így gondolják. Japánban úgy gondolják, hogy győzön az, aki jobban küzd. Csak hogy ezt lehetetlenné teszi az, hogyha tudásfölénye van valakinek. Leülök mondjuk a polgárjudittal sakkozni, semmi értelme, mert hülyére ver. Ad nekem egy vezérelőnyt, az se jó, mert akkor én fogom megverni. De mondjuk körülbelül egy bástyaelőny környékén egy izgalmas partit fogunk játszani. És ha legyőzöm egy bástyaelőnnyel, nem fogom azt gondolni, hogy én vagyok a jobb sakkozó, de azt jogosan fogom gondolni, hogy most jól küzdöttem. Szóval ez a japán hozzáállás, és ezt időnként érdemes átvenni, miután gólról volt szó, ezt teljes természetességgel vettük át. Tehát az, hogy eleinte adtam neki 9 kő előnyt, az nagyon sok, az körülbelül annyi, mint hogyha mondjuk pingpongba ad az ember 20 pont előnyt, meg még egy magas labdát. Aztán már csak 8 követ, 7 követ, 6 követ, számoljunk lefele, 5 pont előny már nem olyan sok pingpongba se az. De aztán meg aztán eljött egy pillanat, amikor már neki kellett volna nekem előnyt adni. Na ezt a gátat nagyon lassan törtük át. Tehát amikor a Csaba előnyt adott nekem, akkor már rögtön 3 kő előnyt adott.
Az milyen érzés volt? Alul maradt a fiával szemben? Nem. Azt érezte, vagy azt, érezte, hogy ez így most akkor méltó küzdelem? Hát jobban játszik, mit csináljunk. Hm. Aztán most már nincs értelmünk játszani, mert nem tud annyi előnyt adni, szóval 20 pont és egy magas labda is kevés. Mondta itt az elején, hogy hát nem politizál alapvetően, mert hát matematikus, pszichológiával foglalkozik, ezzel kapcsolatos kutatásokat vezet. Hát de hát azért voltaképpen a politika kicsit erről szól. Ugye most a matematikáról különösen, mert mindenki megpróbálja megbecsülni a szavazati arányokat, hogy mi lesz majd április 6-án, a statisztika, igen. Vagy ki tudja, hogy micsoda. Másfelől meg a pszichológiáról súlyosan. Ugye leírta, hogy Orbán Viktor milyen módon hisz voltak éppen önnön szavaiban, és milyen módon építi fel az ő megjelenését a nyilvánosság előtt ezek a dühre vonatkozó állításai. Tehát, hogy van egy belső düh, ami nem indulati, hanem felépített. Igen. Ez hat a tömegekre, vagy ez ráhat? Önnön magára elsősorban. Vagy így lesz kölcsönhatása? Ez úgy működik, hogy önön magára hat. Tehát na... A jó és a rossz kett hatását a gondolkodásra nagyjából az utóbbi 20 évben elég jól feltárta a pszichológiai kutatás, a többi alapérzelmekét még nem. Tehát nem igazán tudjuk, hogy hogyan hat az emberekre, mert az már látszik, hogy hat. Tehát nagyon is hat az emberre az, hogy most milyen érzelmet él át. És van olyan, jó, egyrészt az emberek többsége számára a harag rossz tanácsadó, ahogy már a latinok is mondták, de a fordítottja is igaz. Van olyan, létezik olyan, hogy hirtelen felindulásból elkövetett okosság. Tehát létezik olyan, hogy vannak olyan emberek, akire a düh állapota kifejezetten az észérveik javulását, na, rosszul mondtam a ragot, mindegy, eredményezi. Tehát gyakorlatilag, ahogy csúnya szóval mondani, szóval felspannolja magát annyira, hogy a legjobb formáját tudja futni. Igen, ez nem mindenkire igaz, de sok emberre. Orbán Viktorra például az a gyanúm, hogy ez érvényes, bár őt magát személyesen nem ismerem és nem vizsgáltam. Szokta elemezgetni magában, vagy akár hivatalos vizsgálat formájában a magyar politikai szereplőket? Nem. Nem is foglalkoztatja? Nem. Olyanok, amilyenek. Hát de azért izgalmas lenne látni azt, hogy mi mitől működik, vagy mi miért nem működik. Miközben az ember azt gondolná, hogy amit képvisel, annak lehet, hogy lenne a társadalomban valami elfogadottsága, ha a társadalom értékelni. Alakítsák ki maguk körül egy profi stábot, aki ezt megmondja nekik, és aki ezt csinálja számukra. Akkor viszont fordítsuk ezt meg, és a társadalom rossz kedve, ugye a magyar az egy közmondásosan rossz kedvű, depresszióra hajló nép, vagy legalábbis mi ezt szoktuk mindig mondani magunkra, hogy minket ez úgy visz évszázadok óta valamerre. Azért mondjuk magunkra, mert ilyenek vagyunk, de nem, ettől még nem biztos, hogy ez igaz így. Tehát, nem én jöttem erre rá, hanem egy holland kultúrantropológus lány, aki a doktori disszertációját pont Pesten írta, amely a kultúrantropológia, és rájött, hogy nem csak valahol Polinéziában vannak egzotikus helyek, hanem akár a sarkpiac is az, tehát Hollandiában van. De mondjuk ő pont a Hunyadi teret bökte ki, vagy egyáltalán Budapestet. És nem egyetemi tanárként kérdezett meg, hanem akkoriban céget vezettem, és láttam rajta tanári szememmel, hogy valahogy furcsálkodik. És aztán ugye az interjú után megkérdeztem tőle, hogy miért volt végig ilyen furcsálkodós. Hát mondja azért, mert már, most már vagy 10-12 magyar cégvezetőt megkérdezett, és mindegyik panaszkodott, én meg nem, ezen csodálkozott. Szóval kiszáll a 700-as BMW-ből, nekem nincs szemem hozzá, neki volt, mint ott áll a 5000 dolláros öltönyében, és tör belőle a panasz. Na most ő eleinte azt hitte, hogy valami gyanús volt neki, hollandként például az jutott eszébe, hogy lehet, hogy az adóhivatal ügynökének nézik, és azért panaszkodnak itt neki. Ez magyarul eszünkbe se jutna, hogy ennek nézzük. Nem így működünk mi. De hogy működünk? Vagy miért gondoljuk azt, hogyha rossz kedvet sugárzunk magunkról, akkor nem, együttérzőbb a környezetünk velünk? Nem, ezt nem gondoljuk. Hanem arra jött rá ez a holland kultúraantropológus lány, és talán ennek, szóval ez lett végül is a tézisének, tehát a doktori disszertációnak a fő mondani valója, és ebben akkor már egyetemi emberként egy kicsit talán segíthettem is neki. Arra jött rá, hogy ebben az országban ez a szociális kód, tehát
ahogy az olasz túloz, nemrég tudtam meg azt, hogy milyen lennék, hogy adnék elő, hogyha olasz lennék, mert fordították olaszra angol előadásomat, és lefordítottam, mutattam, hogy hát ez ilyen, az meg olyan, hogy fordította a tolmács, ez ilyen, az meg olyan. Most hát, ha mondjuk német lennék, akkor meg nyilván azt mondtam volna, hogy ez ilyen, az meg olyan. Szóval, tehát ez is kicsit kulturálisan különbözik, és az olasz számára az a természetes, hogy ez nem jelent semmit, ez a sokféles gesztus, amit most nyilván nagyon hülyén néz ki, hogy így csinálok. Egy német számára már ez is sok, amennyit én itt produkálok. Egy amerikai keep smiling, folyton mosolyog. Tehát a magyar meg folyton panaszkodik, és ugyanúgy nem jelent semmit, ez csak az alaphang. Na de arra jó, hogy egymás jó kedvét romboljuk? Nem, arra se jó. Még arra sem jó? Még arra se jó. Hát ugyanis, ha ez az alapzaj, akkor ez olyan, mint, mit tudom, mondjuk, mondjuk egy falun felnőtt ember számára Budapest rettentően zajos, számomra egy falu rettentően zajos. Hát ugatnak a kutyák, csörög a patak, kukorékol a kakas, ki lehet ezzel engem zavarni a világból, nem igaz az, hogy a falu egy csendes, nyugis hely, annak, aki Pesten nőtt föl. Tehát, ha egyszer egy magyar számára ez az alapzaj, észre se vesszük, nem igaz. A felmérések valóban azt mérik, hogy mi retteltesen szomorúak és depresszélyosak, vagy deprimál, vagy rossz kedvűek vagyunk, de csak azért, mert nem ismerik az alapkultúrát, az alap. Hát. Nem pedig ez érdekes, mert azért mi magunkról is ezt szoktuk állítani, tehát ez hát nem kell egy hollandkutatónak érkezni. De ez nem jelenti azt, még magunkról sem mindig állítjuk ezt. Sírva vígad a magyar. Az igaz, de hát abban is a sírás ott van. Ott van, de a lehet, vigadás. Lehet, hogy vigad, de hozzá zokog egy jót. Na és az amerikai vigyorog egy jót, és aztán leesik a székről, mert úgy fáj a háta. Ez igaz. Kreativitás, ökológia. Igen. Ezt tanítja most az ELTE Pszichológiai Intézetében. Én őszintén szóval nem nagyon bírok ezzel mit kezdeni. A kreativitás ökológiája az micsoda? Az az, hogy a kreatív azoknak, mondjuk így, hogy a kreatív fene gyerekeknek, hogyan tudunk olyan környezetet teremteni, amelyben tényleg meglepik a világot, tehát amiben valami komolyat tudnak alkotni. Tehát elég sok olyan ember van, aki mondjuk egy ideig kutatófejlesztő, tehát kreatív ember volt, de most már arra jött rá, hogy mit tudom én, itt vannak azok, akik ugyanolyan okosak, kreatívak, sungosak, mint én voltam 20 évesen, csak most 20 évesek. Lehet, hogy most már hasznosabb vagyok akkor, ha inkább az ő számukra teremtek olyan környezetet, amiben ki tudnak teljesedni, ha esetleg én nem tudtam. Ez tanítható? Abszolút tanítható. Pontosabban ez maga nem tanítható. Azt tanítható, hogy mit érdemes tudni, hogyan érdemes alakítani a gondolkodásunkat ahhoz, hogy ebbe eredményesek legyünk. Az érdekes, hogy hallgatom, és így, ugye most ideig arról beszélgettünk, hogy egy pessimistának mondott, önmagunk által is pessimistának látszó országban, egyrészt tagadja ezt a pessimizmust, másrészt pont azt tanítja, hogy hogyan ne pessimistán álljunk hozzá, hanem hogy virágozzék, növekedjen, cseperedjen az a virág. Ebbe benne van az is, hogy ami nem megy, azt abba kell hagyni. Tehát, ugyanis legalább ennyire gyakori az, hogy amikor már világos, hogy nem megy, valami kreatív és nagyon jónak látszó ötlet, akkor még ütjük a halott lovat. Ez a saját életében is előfordul többször? Persze, hogy előfordul, mindenkiében előfordul. Nem azt kell elkerülni, hogy ne forduljon elő, mert azt nem lehet, hanem azt kell elérni, hogy észrevegyük és valamit lépni tudjunk ilyenkor. Ez a társadalom, ez a miénk, amiben most itt oly sok vita és cívódás a jellemző. Ez tanítható arra, hogy együttműködő módon növesszen valamit, ami hasznos? Hogy ne lenne tanítható? Valahonnan a általunk példaként vett, mondjuk nyugati országok is megtanulták, őket se úgy teremtette az Isten. Van módszere? Egyrészt módszer is van, elég sokféle. Társadalmi méretük módszerek? Nem, apró egyéni módszerek, amelyek szóval először is a saját környezetünkbe tartsunk rendet, innen indul a dolog. Aztán, hogy ez a környezet mennyire tág, az mindig állandóan változik. Van, amikor tényleg csak a szűk családról van szó, van, amikor akár egy munkahelyről, vagy akár egy világcégről.
Az a baj, hogy még nagyon hosszan hallgatnám, mert hát sok okosságot mond nekünk. De most el kell búcsúznunk, mert az időnk meg eddig tartott, úgyhogy erre majd mi kerítünk alkalmat, hogyha lesz kedve eljönni hozzánk. Köszönöm szépen, hogy ezt most megtette. Mi pedig rögtön folytatjuk.